Vannak, akik csak a rendelkezésre álló játékidőt húzzák, mikor nyerésre áll a csapatuk, de vannak olyanok is, akik sokkal komolyabb csalásokba bocsátkoznak. Az edző, aki kigáncsolta az ellenfél játékost, a rivális, aki a világbajnokság előtt felbérelt valakit, hogy törje el egy esélyesebb induló lábát, és az ikertestvér pár, akik az ultramaratont csalták el. A mai toplistában a legnagyobb csalókat hoztam el nektek, akik csúnyán lebuktak. Van egy nagyon híres videó arról, amikor Maradona kezével szerzett gólt, amit meg is adtak akkoriban, mert nem vették észre időben. Ugyanezt próbálta meg Mbappé is egy fontos mérkőzésen, de hát lássuk be, a mai világban ennyi kamera tüzében azért szinte lehetetlen lenne ezt kivitelezni. A gólt nem adták meg, viszont egy sárga lapot kapott érte a focista. Egy 90 kilométeres ultramaraton alkalmával valakiknek egy igazi mesteri terve támadt. Tudni kell, hogy az első 10 célba érőnek szép díjat fizetnek készpénzben, amire persze mindenki hajtani próbál. Sikeresen le is zajlott a verseny, azonban nem sokkal később egy furcsa fordulat ütötte fel a fejét. A 9. helyen végző Sergio Montról kiderült ugyanis, hogy nem futotta végig a teljes szakaszt, Iker testvérével együtt vettek részt a versenyen, akik felváltva egymást váltották bizonyos szakaszonként, így ameddig az egyikük futott, addig a másik autóval megelőzte az egész versenyt, egy idő után pedig helyet cseréltek, és ezt többször is beállt. Ezt több szemtanú is kiszúrta, úgyhogy kitiltották őket a versenyről. Egy igazi őrült pillanatot videóztak le, amikor egy olasz motorverseny alkalmával az egyik versenyző 210 km/h sebességnél behúzta a féket ellenfele motorján. Ebből akár elképesztő súlyos baleset is adódhatott volna, vagy legrosszabb esetben akár halál is, de mindössze csak 2 versenyeltiltást kapott érte a férfi. Egy másik motorverseny alkalmával pedig a bemelegítő kör folyamán az egyik versenyző megrúgta ellenfelét, hát ha ettől el fog borulni, és ezért ki fog esni a versenyből. Ekkora sebesség mellett szerintem amúgy gyilkossági kísérlet miatt kéne nyomozást indítani. A következő az egyik legtrükkösebb és legnehezebben észrevehető csalás az egész videóban, amit kizárólag csak a lassított kamerafelvétel miatt tudtak lebuktatni. A 100 méteres gátfutó versenyen úgy tűnt, hogy a kínai és kubai versenyző egyszerre értek be, azonban amikor visszanézték a felvételt, észrevették, hogy a kubai futó illegális módon hátra próbálta tartani a kínait és próbálta lögdösni, ami miatt azonnal kizárták, így a kínai futó nyert meg a versenyt. Jason Richardson, the Americans come through and take silver, bronze for Liu Zhang and Andy Turner running on the far side there from lane 1. He finished in 4th place in 13.44, same time as... Egy strandröplabda versenyen az egyik játékos, mikor észrevette, hogy kimenne a labda, ezért pedig elvesztenék a pontot, ezért utolsó lehetőségként gyorsan megrántotta a kötelet, amivel pontosan a pályának a szélét jelezték, azonban ez a trükk nem jött össze, és hát nem volt túl nehéz lebukni ezzel a csalással. Oké, ezt nem egy versenyen vették fel, de azt kell mondjam, vannak emberek, akiknek még csalással sem megy. A legsokkolóbb és legbizarabb eset következik most a videóban, ami Nancy Kerrigan műkorcsolyázóval történt meg, és azonnal világszinten ismerté vált. Az egyik legfontosabb verseny előtt, mikor gyakorlása után a pályáról lefelé jött, akkor valaki megtámadta őt és eltörte a lábait. Mindenki rögtön arra gyanakodott, hogy legnagyobb riválisa bérelt fel valakit, akinek a segítségével sikerült kiírni a versenyből, így pedig neki tányának sokkal nagyobb esélye volt a győzelemre és a hatalmas pénzbeli díjazásra. %100 sosem sikerült rábizonyítani, azonban mégis $100,000 bírságra büntették Tanyát, emellett 3 évre eltiltották a versenytől, és 500 óra közmunkára ítélték. Egy hatalmas League of Legends bajnokság alkalmával az egyik versenyző ránézett a közönség számára fenntartott monitorra, így pedig olyan titkos információhoz jutott, amihez nem szabadott volna. Csak emiatt az egyetlen tiltott oldalra nézés miatt $30,000 büntették. A női U20-as ligában a világkupa alkalmával az egyik játékos feldobta magát, abban reménykedve, hogy 11-est fognak kapni. Ez végül nem úgy jött össze, mint gondolták, sárga lapot kapott ehelyett. Sal Alossi, a New York Jets edzője az egyik mérkőzés alkalmával tudatosan kigáncsolta az ellenfél csapatának játékosát, hogy ne tudjanak pontot szerezni ellenük. Ezért a megmozdulásáért felfüggesztették az NFL-nél, és $25,000 büntetés megfizetésére kötelezték.
Egy elég nevetséges pillanat alakult ki akkor, amikor LeBron James és David West egyszerre dobták fel magukat büntetőben és ezzel előnyben reménykedve. A mérkőzés folyamán, mikor a bírók nem figyeltek, az egyik játékos megpróbálta átlökni a labdát a következő zónába, amivel hatalmas előnyre tettek volna szert, de nyilvánvalóan lebuktak vele. Amikor Corey Brewer, a híres NBA játékos, direkt feldobta magát, ezzel egy nagyon komoly szabálytalanságot szimulálva, akkor $5,000 büntették meg a bírók. Egy chilei focista olyan csalást rögtönzött, amit még eddig sosem láttam. A mérkőzés alkalmával megfogta az ekvadori játékos kezét, és saját magát ütötte vele fejbe, hát a szabálytalanságnak lefújják majd. Végül a trükk nem vált be. Egy e-sport versenyen történt egy eléggé furcsa és értelmezhetetlen csalás, amikor is az egyik induló felbérelt valakit, hogy az ő nevében helyette versenyezzen. Végig kamerával figyelték a versenyzőket, úgyhogy azonnal lebuktak, és nem is tudom, mi volt itt az elképzelés. Természetesen csak is az versenyezhet, aki kvalifikálta magát, és senki más nem kérhetsz fel, emiatt a szabályszegés miatt pedig 10.000 euró büntetést kellett megfizetnie. Újabb nevetséges megmozdulás, az egyik játékos szabálytalanul fellökte a kapust, amit a bíró valamiért nem fújt be, de ennek ellenére is sikerült kihagyniuk a gólt. Újra az NBA, újra egy szimulált szabálytalanság, ezúttal Tony Allen dobta fel magát, aki esés közben még gyorsan ránézett a bíróra is, hogy biztosra menjen és megnézze, tényleg látni fogják-e, hogyha feldobja magát. Ez itt Son Yang úszó, akinek egy elég komoly hírneve van arról, hogy mindig nagy képüsködik és mindig bunkó módon viselkedik ellenfeleivel. Itt is azt láthatjátok, ahogy győzelme után beszól a vesztesnek, azonban nem sokkal később egy hatalmas fordulat következett be. A férfi ugyanis lebukott dopingszerekkel, ami miatt 8 teljes évre eltiltották az olimpiai sportoktól, és természetesen minden díját visszavonták. A fociban már szinte teljesen megszokott dolognak számít az időhúzás, azonban valaki ezt a következő szintre emelte, mikor is a kapus direkt kikötötte a cipőjét, ezzel az utolsó perceket elhúzva, hogy lefújhassák végre a mérkőzést. Úgy és kacok, ez lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és hogy ti is érdekesre találjátok ezt az egész témát, mert azt hiszem ez már a harmadik vagy talán a negyedik része ennek a sorozatnak. Láthatjátok, hogy engem érdekelnek a sportok, és szerintem az egyik legizgalmasabb az, amikor valaki csalni próbálkozik, aztán pedig kegyetlenül lebukik. Hogyha érdekel titeket folytatás, és ténylegesen szeretitek az ehhez hasonló sportos videókat, akkor mindenképpen csapjatok egy lájkot, és akkor ebből látni fogom, hogy érdemes még folytatást hozni nektek, illetve hogy már itt tartunk, kacok, akkor tekeritek le a kommentekhez, és írjátok meg nekem azt, hogy mi a kedvenc sport. Jó, bár legnagyobb valószínűség szerint vagy a foci, vagy esetleg a lovaglás fog szerintem majd kijönni. De tudjátok jól, mindig olvasom a kommenteket, és kíváncsi leszek rá, hogy milyen sportok fognak összegyűlni, mert lehetséges, hogy legközelebb majd kifejezetten arról a sportról hozok el egy videót, amit ti írtatok nekem. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet ma is, mindenképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és ezt már szerintem nagyon sokszor hallottátok tőlem, de azért persze tényleg tegyétek meg, hogyha nem akartok lemaradni a következő videókról. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, nem sokára ismét találkozunk, lehet, hogy már rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!